Sziasztok, üdvözletem minden, innen Majorról. Itt vagyunk most, és a mai vonalbejárás pedig a Csisztai vonal lesz, most megint biciklivel. Hát majd addig ott azon az úton elmegyek a kiágazásig, és akkor onnan lebiciklizek Csisztára a vasútvonal Hűlthelyén. A régi felépítményt azt már felszették, de még nem kezdték el lerakni az újat, legalábbis úgy tudom, hogy még nem kezdték el. Úgyhogy most bejárom a vonalat egészen Csisztáig. Aztán majd, hogyha látok valami érdekességet, vagy hogy halad a munka, akkor majd megállok, és akkor azt filmezem nektek. Itt van az egykori elágazás, hát egy olyan ennyi. Az, ami megmaradt a Csisztai vonalból. Egyébként az 2002-ben zárták be. Ugye akkor a rossz pályaállapotokra hivatkozva megszüntették a táskaim, meg a Csisztapusztain is a forgalmat. Hát most a Csisztapusztait fogják újraépíteni, vagyis hát a Csisztafürdőit. Nézd pontosan, mert a fürdő mellett volt a végállomás. Hát a táskait az pedig, ugye gondolom, hogy azt már gyalog se járható, annyira benőtte a gaz, és a sineket is ellopták. Az elágazást minden esetre meg fogom nektek mutatni. A Besi Andrissal voltunk itt a múltkor, akkor pont az elágazásig jártuk be gyalog. Most elmegyek a végéig biciklivel. Most korábban is jöttem, így több időm is van rá. Úgyhogy itt megyünk a vágányokon, de majd előbb igyekszem egy fejkamerás felvételt csinálni majd. Hogyha elmegyek Csisztáig, akkor visszafele felveszem az egészet fejkamerával. És akkor azt majd bevágom ide a videóba, vagy legalábbis a részleteket belőle. Ezt nézzétek. Addig tart, ahol még ugye a kavicságy megvan az alépítményből. Itt tőled látszik már a kohós alak. Hát innestől kezdve már kevésbé. És ami újdonság, ez az átevesz itt. Ez szerintem még a múltkor se volt itt, amikor erre jártunk, és mondták meg, hogy a dátumban is ott van, hogy 2020, hogy ezt most csinálták. És ez szerintem még a múltkor se volt itt. És arrafele kell tovább menni. És innentől már csak a kohós alak egy ideje, ezen legalább jobban lehet jönni. És itt van még egy átevesz. De a múltkor még ez se volt itt, ezeket most csinálták. Hopp, itt meg kis békák, aha, kis békák ugrálnak. Na, itt van 2020-as. És hát itt el tovább, itt hamarosan majd elfordul. Ugye balra, és akkor egészen egyenesen megy Csisztáig. Na hát, itt jött egyébként a pálya is. És itt az a... Itt van annak a hídnak a Hűlthelye, amelyik még tavasszal megvolt, és itt kéne nekem átmenni. Hát most ott látok egyet a távolban, hát nem marad más, mint ezen a gaztengeren keresztül azon átmenni, mert másik átkelési lehetőség nem volt. Úgyhogy akkor hajrá. Hát bele kell menni ebbe a nagy dzsungbújba, és akkor ott annál a hídnál átmenni. És ezeket a csöveket is kivették, vagy lehet, hogy nem ezek használtak, tehát szerintem itt majd szintén felfogják ezt a hidat is újítani a vasútnak, de egyenlőre felszedték a régit, az újat meg nem építették meg. Hát látszik, termeltek is ki egy nem kevés földet. Így mehetünk is lassan tovább. És ott volt ez a híd, és itt volt ez a gaz, amin keresztül kellett biciklistől jönni. Hát nem volt egyszerű, de szerencsére legalább szúrós nem volt. Síkvidéken nem gondolná az ember, hogy hegymászási program is lesz a vonalbejárásban, de hát volt. Ráadásul biciklistől kellett megmászni. Hát valamiért ezt az utat is elzárták. De egyiket itt ment a vasút. Akkor menjünk tovább. Hát, a vasút nyomvonala az itt volt, ahol csak ott nem nagyon lehet menni, hanem itt a mellette lévő földúton inkább. Nézzétek, hogy itt is volt egy átevesz. Ez is még tavasszal megvolt. És ezt még bejárt. Akkor ezt is eltüntették. De szerencsére a mellette lévő híd megvan, úgyhogy ott. Hát itt még fénykép is készült rólunk, ha jól emlékszem. És ott egy picivel elég, ott valahol a villanyvezetékek vonalában lesz majd a táskai elágazás. Itt van a táskai elágazás, de annyira se látszik, mint amennyire a múltkor. Talán a delta másik vége. Ilyen sín itt van.
De kb. Ennyi. Nem is emlékszem, amikor itt voltunk, hogy melyik látszott jobban a deltának, melyik vége. Ja, nyilván ugye itt jött a vágány egyenesen, és itt volt egy delta táska fele, és egyébként meg voltak is olyan járatok, hogy először táskára ment, aztán a delta egyik része, aztán a delta másik részén visszajött, és úgy ment be Csisztára. Egy kicsivel arrébb szerintem meg fogom találni a delta vágány másik részét, ami valamennyire jobban járható, mert ez láthatjátok sem ennyire. Hát így festem onnan a táskai elágazás után. Az átteresz az innen is eltűnt. Viszont a földút mellette megvan, és hát látszik, hogy ezt is szépen szétszették. Némi földet is kitermeltek, és hát arrafele volt a vasút. Hát ugye itt eltüntettek mindent. Ugye itt állok a vágány tengelybe, de sineket se látni. Sőt, a táskai elágazásnak a nyomait se láttam meg, tehát még lehet, hogy azt is felszedték. És egyébként arrafele még a töltés látszik valamennyire, viszont teljesen benőtte már a táskaitok, az és a sineket is ellopták, úgyhogy azt nehéz bejárni. Lehet, hogy egyszer majd megpróbálom, de hát nem ma, az biztos ma. A mai nap nem elemen számba, hanem a Csisztaira. Tehát itt mellette tudok menni az úton, és hát előbb-utóbb eljutok Csisztafürdőig. Aztán megnézzük a végállomáson mi a helyzet. Ugye első körben is ráadásul, akkor, amikor itt jártunk pár hónap korábban még tiszta volt az űrszelvény, mert akkor valószínűleg frissibe felszedték, hát most meg már egyre több helyen gaz van rajta. Mert akkor megvoltak az átereszek is. Ez érdekes, hogy ilyen hamar visszagazosodik. De menjünk tovább. És közben itt vagyunk Kundpusztán. Innen is volt egy delta vágány és egy kiágazás Kundpuszta fele. Hát az valahol erre. Ennek már nyoma nincsen. Az egyik delta az ott volt, a másik még egy picit távolabb, de valahol errefele volt a Kundpusztai kiágazás. Hát sajnos ennek már semmi nyoma nincsen. És most ténylegesen a kisvasút töltésén megyünk. A következő ilyen elágazás az majd a táskai lesz, de azt ugye már bemutattam korábban. Nézzétek, eljöttünk, és itt ment a vasút, a földút helyett, és a háttérben csak elmentem mellett, és nem láttam, hogy mi az, de az volt régen Csiszta megállóhely. Úgyhogy oda mindjárt visszamegyek, és mondtam közelebbről, és bizonyíték is van rá, az András keresztet itt hagyták. Hát látjátok, hogy a felépítmény az fel van szedve, de egy annyi, és akkor Csiszta fürdő körülbelül még egy kilométerre egyenesen előre. Akkor visszagudok, és akkor megnézem közelebbről Csiszta megállóhelyet. Akkor látjátok, itt van Csiszta megállóhely. A körbe van kerítve, meg ott a másik épületet azt meg már bontják is, vagy nem tudom, vagy építik újra a tetejét. Ez most jó kérdés innen, de tehát akkor mit a magántörület valószínűleg meg körbe van kerítve. Szerintem valami mezőgazdasági telep lehet itt. Tehát valószínűleg, hogyha a vasút újraindul, akkor itt nem lesz. Legalábbis a megállóhely épületét azt nem fogják használni, hogyha a vonat meg is fog itt állni. Hát akkor gyerünk tovább Csisztafürdő fele. Már csak egy kilométer. És hát akkor megérkeztünk itt. Csisztapuszta végállomás. Értve? Na, ez nem Csisztapuszta, ez Csisztafürdő végállomás. Hát itt volt a kisvasút, és eddig jött. És ha lehet hinni a mostani híreknek, akkor jövő nyára itt már ismét vonatozni lehet. Hát reméljük, hogy így lesz, mindenesetre de én most dokumentálom a mostani állapotokat. Ugye, látszik, a felépítmény az már teljesen elbontva, a visszaépítés várja, egyébként a kandelábelek még megvannak a térvilágításhoz. És itt van a felvételi épület. Hát, mindjárt ezt is megnézem közelebbről. Nem egy szokványos állomás épület egyébként, mert ez ilyen kevés könnyű szerkezetesnek tűnik, hogy hát ilyen fa. Szeretnek. Fa épület beton alappal. Ah, itt volt a WC. Hát, valakinek problémája támadt a WC csészékkel. Ott meg már a fal is hiányzik. Hát a női férfi WC, ugye?
ablakok nyitva, meg valahol be is töltve. Itt meg egy sötét kamera, hát ennyi. Túl sok látnivaló nincsen. De hát... Csiszta fürdőállomás épület személyesen. És akkor majd a fejkamerát elindítom visszafele. Most már nagyjából tudom, hogy hol lehet a csinek helyén venni és hol nem. Lesz egy-két hely, ahol el kell térni a vasútnyomvonalától, illetve majd ott a utolsó átelesznél, hát ami idefele az első volt, amit ugye elbontottak és nem lehetett átjönni, ott majd a másik oldalt fogok menni. Még egyszer azon a gazon, hogyha nem muszáj, nem megyek át, hát hogyha máshol is van. Ugye híd, amin normálisan át lehet jönni. És hát ennyi. Elvefelem meg a vágányok másik küldhelye. Úgyhogy akkor innen vissza kell menni Imre Majorig. És akkor a falun keresztül visszajöttem Imre Majorig. Egy kis kerülőúton, mint ahogy jöttem. És körülbelül egy óra múlva fog jönni egy vonat, úgyhogy azzal pedig. Hát elmélyek Somogyszentpára, aztán onnan Balatonfenyvesre vissza, és akkor onnan haza. És akkor ez volt a mai túr. Oké, hát köszi, hogy megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!